Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Itt megnézzük azt, hogy mi várható január hónapban a rák jegyében születetteknél. Én belepillantottam a horoszkópba is, olyan lassú bolygó nem halad most a rák jegyében, tehát olyan sorsdöntő események jelenleg nem fognak történni, de megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák, hogy milyen események lesznek januárban. Ez egy általános kivetés, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérd ezt a havi jóslást, akkor az személyes, a díjam 4000 forint. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen. A lelki társad, vagy a férfi, az itt látható. Ez nem a fő személy, hiszen észrevettétek bizonyára, hogy összekevertem a Lenormand kártyát a Kiper kártyákkal. És nem esett ki ez a fő személy, ami a férfit illeti, de ez a kép passzol, hiszen látható az ő gondolata, sőt, itt a feje fölött a kártyák szintén a gondolataira utalnak, és az azt jelenti, ez a férfi gondol rád, itt lesz szerencse, és meg lesz egy stabil párkapcsolat, ahol ő le tud nálad horgonyozni. Amit a horgony még jelenthet, az a munka vagy a hivatás. Itt sajnos vannak még könnyek, egy szűkös helyzet, igazságtalanságok, de szerencsére a közelben megjelennek az egerek, és ahol az egerek vannak, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Tehát az egerek eltávolítják ezeket a negatív kártyákat, és akkor kisüt a nap, jó úton vagy, szerencsét hoz, ami a munkát illeti, és ami kettőtöket illet. Hiszen egy vonalban vagytok, ez jelenti a kapcsolatot, és itt meg lesz a szerencse, egy szerencsés fordulat. Ha te egy hölgy vagy, akkor nem csak vele vagy egy vonalban, hanem ezekkel a kártyákkal is. Itt a munkahelyen van még ez a szomorúság, lehet, hogy ez még január elején így lesz, hogy lesznek könnyek, de változik a helyzet, hiszen az utak jelentik azt, hogy jó úton haladsz, jelentik a változásokat, a döntéseket is, hiszen elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba, és itt lesz siker, szerencse, azon kívül nyeremény. Te ezzel a kártyával is egy vonalban vagy, és ez a hajó jelenti a reményt, azon kívül utal külföldi kapcsolatokra, utazásokra. Ez az út lehet egy lelki út is, egy lelki kapcsolat ezzel a férfival. Ami őt illet, ő ezekkel a kártyákkal van egy vonalban. Ez a torony lehet egy bírósági ügy, vagy egy szűkös helyzet, ahonnan szeretne kilépni, és a hold jelenti a változásokat, sikerül neki, hiszen itt lesz nyeremény. Ha bírósági ügyről van szó, akkor is ott látható a nyeremény. És most megnézzük az egyes heteket. Első hét január hónapban itt látható. Itt lesznek távoli tervek, úgy felülről figyeled az eseményeket. Ez kihat az anyagiakra, az otthonodra, a családra. Itt lesznek változások, jó úton haladsz, itt vannak a sikerek, a szerencse, biztos vagy a dolgodba, hiszen
itt a kezedben van ez a kulcs, itt kinyílik egy új ajtó, ezek lehetőségek, ami az otthonodat illeti, a családot, a nyereményeket, ennek a kiépítését, és itt látható a szerelem, ami szintén szerencsét hoz. Második hét, január hónapban, itt látható. Van egy szűkös helyzet, könnyek, igazságtalanságok. Itt látható a tolvaj. Lehet, hogy valaki ellopott tőled valamit, és ez a bíróságra kerül. De a tolvaj segíteni is tud, amikor ellop, eltávolít negatív kártyákat, hasonlóan, mint az egerek. Hogy a könnyek elmúlnak, ez a szűkös helyzet, az igazságtalanságok, vagy lezárul egy bírósági ügy. Itt lesz egy új kezdet, ez lehet a munka, a hivatás is, hiszen itt egy vonalban vannak a kártyák a munkahelyjel. Amit itt még a képek jelenthetnek, hogy itt egy gyermekről és iskolázásról, vagy iskoláról van szó, és ott az iskolában tőle valamit elloptak. Harmadik hét, január hónapban itt látható. Itt megvannak a mély érzelmek kettőtök között, a hold jelentheti az anyukádat is, és ez a ház, a szülői házat, a rokonokat. Itt voltak problémák, nehézségek, korlátozások, de az egerek ezt is el tudják távolítani, és a gólya jelenti a változásokat, itt van a nyilvánosság, a sikerek, és a nagy remény, hogy jóra alakulnak a dolgok. Utolsó hét, január hónapban itt látható. Ez a férfi gondol rád, tervez veled egy utazást. Itt van egy bírósági ügy, itt lehet egy örökösödési ügy is, hiszen itt van a halál kártyája. De ez a kártya azt is jelentheti, hogy ez a dolog lezáródik. Vagy egy bírósági ügy, vagy egy bizonyos helyzet, ami eddig igazságtalan volt. Ez lehet az otthona, a környezete, vagy a család. Itt van egy jóindulatú nő, ez lehet valaki a rokonságból, aki segít majd neki. Lesz egy jó hír, lesz találkozás, ez a házasság kártyája jelentheti azt, hogy ő még egy házasságban van, vagy tervez veled egy házasságot, ami a munkát, hivatást illeti, ezek itt lehetnek szerződések, és a virágcsokor az jelent egy kellemes meglepetést, egy jó hírt, vagy egy ajándékot, de utal kreatív tevékenységre is, vagy arra, hogy valamit megszépítesz a környezetedben. És ez volt a havi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!